Így néz ki jelenleg a pusztadobosi park a múlt csütörtöki vihar után, szinte felismerhetetlenné vált a település központja. Az 5 hektáros parkban főleg olyan fákat csavart ki a szél, amelyek már több évtizede és évszázada itt álltak pusztadoboson. A polgármester elmondása szerint az elmúlt években élte a park a fénykorát, rengeteg több száz éves platán és tölgy, illetve 80-100 éves hárs, valamint a gesztenye sétány is megsemmisült. A jármi kúria parkja még a rózsáiról volt híres, de a mintegy 10 éve ültetett díszfák is most érték el azt a nagyságot, hogy a település díszévé vált ez a pár hektáros terület. A lakó ingatlanokban viszonylag kisebb volt a kár pusztadoboson. A viharkár az nálunk elsősorban a parkban okozott hatalmas kárt, illetve magánházakban. A magánházak tetőinek a hiba elhárítása már megtörtént, a komolyabb tető cseréket azt nyilván ács szakemberek fogják végezni, de a beázást ezt mentesítettük többnyire, sokan önállóan, sokan pedig a katasztrófa védelem segítségét igénybe véve. A romok eltakarítása után egy új tervet készít az önkormányzat a 150-200 éves jármi kúria park felújításáról. Annak viszont örülnek, hogy a június elején átadott, háromcsoportos óvoda épületében nem tett kárt a vihar. A mezőgazdaságban a vártnál jobb a helyzet, véli Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A kukoricán és a napraforgón csekély mértékű a maradandó sérülés. A mezőgazdaságban, a kultúrában, a napraforgóban, kukoricában, vagy itt éppen egy gyümölcsös is van mellettünk, kismértékű jégverés következett be, de úgy, amennyire a híradásokból hallottuk, hogy fákat csavart ki, biztos előfordul a megyeiben, de az a töredéke lehet itt a mi megyénkben a gyümölcstelepítésnek nem tudom hány százalékát érhette. Itt egy éppen aratás előtt lévő kalászosnál vagyunk, ahol itt is megdűtögette a szél, úgyhogy van olyan hely, ahol a kombány majd nem fogja tudni felszedni, de arról a rémhírekről, amiről hallottunk, én megmondom őszintén, egy kellemes csalódás most, amit látunk. Az Agrárkamara feladata, hogy arra keressen megoldást, amit a kárenyhítési alap nem tud kezelni. Az illetékes minisztériumot már megkereste a helyi szervezet, hogy milyen forrás lehetne az erdőkre és a gyümölcsösökre fordítani, ugyanis a legnagyobb károkat a fákban okozta a vihar. A hozamkésés számolunk a kárenyítés kiszámításakor, és akkor mondjuk egy erdőnél, amikor ez se nem vágás érett, ez egy információm szerint egy 7 éves erdő, de minden fát kidöntött a szél, értékesítési szempontból még kevés a mennyiség, és akkor ezt újra kell telepíteni, akkor itt nem mondhassuk azt, hogy egy évi hozama esett ki, hanem ha ezt fel kell számolni, akkor ez jóval nagyobb kár keletkezett, mint ha itt egy éves hozamkésésről beszélnénk. Pusztadobos felé haladva a 41-es számú főút mellett is lehet látni, hogy a vihar hatalmas fákat csavart ki, ami érdekessége a csütörtöki időjárásnak, hogy bár a magasabb fákat kitépte a szél, az út menti mezőgazdasági területeken nem jelentős a kár a szántóföldi növényekben.